ici à Stockholm, előző videóban itt is a órát fogom megmutatni, csak most azzal kezdem. 10:30 van, és Nancy-ban vagyunk, a Stanislas téren, innen már készült elég sok videó, és most igazából azért jöttünk el ide, mert lesz egy ilyen fény ünnepe nevezetű buli, és az ugye arról fog szólni, hogy itt körbe-körbe a házakra ki fognak vetíteni ilyen mindenféle fényes játékokat, úgyhogy baromi jó lesz, föl fogom venni az egészet, tehát biztos, hogy copyrightos lesz, de igazából nem nagyon érdekes a dolog, itt van a Stanislas bácsi, és mi meg az Ági egészen pontosan hol ül? Hát nem látom, látom az Ági valahol. Ja, ott ül. Nem ott ül. Hol az Ági? Na mindegy, így most nem találom meg. Na, hát ez csak egy ilyen felpont volt, és akkor így majd jövünk a fényes dolgokkal, jelentkezem, ha elkezdődik. Itt a sötét, de hát olyan lesz, amilyen. Ez biztos, hogy nem adja vissza ugyanazt a hangulatot, mint ami itt van élőben, de legalább ennyit is sikerül megörökíteni. Thank you.
ilyeneket csinálják az emberek, amiket mozognak. Marha jó. Az is billeg külön. Nem én forgatom a kamerát. Pedig tőled kitelik. Kitelik? Műsikém, remélem nem zoomolok. Nagyon. Majd mindjárt zoomolok. Mindenhol ugyanaz van. Mindig mindenhol ugyanaz van. Azért bőven elég, hogyha egy oldalt veszel. Most jó, hogy középen benne van a nyisztlet. Ott egy fa. Ez kurva jó ez a fa. Ez is oda van vetítve. Látod, Misik, én zoomolok. Csak minek? A viccből. Ennek így az egésznek van értelme, hogy az egészet látsz az ember. Mondom az ember, tehát nem te, tehát az ember. Hát az ember, nem én vagyok. Ezt veszi az ágyat. Szerintem pont ugyanaz majdnem, mint te, hogyha te nem azzal törődni, hogy én mit csinálok. Jó, hát csak kamerázás a kamerázásban. Ja. Ez nagyon jó, buli. Égnek az ablakok. Kezemben úgy csipad. Enyém is. Ezért kell állvány. Hú, de jó kezem. Pillangók. Egy madarak? Basztam. Ez az aztán bonszáj, mi? Már 10 perc meg. Tudod, és már unod, vagy mi a baj? Én nem unom, de ugyan. Thank you.
van itt a placon.
mostan. Átadja a új helyet, ami hatalmas. Melyik az opera? Az ott? Igen. Erről van szó, ez az opera egyébként. Vagy ez. De én szerintem ez. Ez a jobb oldali, nem? Ez a baloldali. Ja, oda is van írva, hogy opera. Ja, tehát rá van írva, én nem tudom. Tehát csak el kell olvasni, és már tudod. Ide van írva. Ez az opera. Erről volt szó. Egyébként Mozart kitolásból írta. Igen? Igen, mert egy énekesnővel akart kiszúrni, hogy olyan hangokat írt bele, hogy nem fogja tudni kiénekelni, de nem jött össze neki, mert ki tudta énekelni. Rábaszott, mi? Hát nem, mert nagy sikere lett egyébként. Csak hát mondjuk túl sokáig nem tudta élvezni, mert olyan hamar meghalt. Mármint Mozart. Azt hiszem 36 éves volt. Wolfi. Ő még egy normális temetése sem volt szerencsétlennek, hanem egy tömegsírba végeztem észre a hátán. Azt a mindenki, ez jó neszka. Addig jól élt. Csak egy zseni volt. A zseni korán meghalna. Nem is értem, hogy én miért élek még. Hát még korán vagy. Nem vagy korán? De korán vagyok még. A Mozarthoz képest már nem. Nem is alkottam még akkorákat.
jönnek a rendőrök. Most fognak elmenni mellettünk. Szerepeltek a rendőrök. Mondjuk én pont nem bírok tapsolni. Bántotta is a fülemet. Még most nincsenek olyan sokan, a múltkor, amikor jó, volt hétfő tavaly. Van, tehát jó, a mondjuk. Hétfőhöz képest viszont sokan vannak ahhoz képest, hogy legyen 12. Meg itt vagyunk izébe, hosszú jucuszba, 14 fok van egyébként. Nem akartunk időjárás jelentést egyébként. És 2 kilométer per óra szél van. Délnyugati. Azt hittem ugyanazt szerintem. Nem láttam voltukat. Ez ilyen hangos zene. Mozogja. De nem bírok, ne videózok. Mozogja. Már nem látszik, de mozgatja a lábát. Ez fasz volt. Taps, tapsvihar. Mi ez tapsvihar?
Na, végre, mert én ünnepelek, akkor ünnepel a többi is. Marhát, mi? Most komolyan mondom, tehát hallod? Vége? Ja. Hát sajnos vége van. Én jót. Na, megvárjuk, amit felkapcsolják a villanyokat. De jó volt! Jaj, ez a vége volt a legjobb. Na. A jót mulattam, félkézzel. Nem kapcsolják fel a villanyokat? Mi a szar? Na jó. Hát nem kapcsolják fel, de most. Most kezdik el felkapcsolgatni. Mindig nem. Na jó. Hát köszönjük szépen akkor, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogy velünk tartottatok? Reméljük, hogy jól szórakoztatok. Most én igen, nekem tetszett. Most kezdik el fölkapcsolni a villanyokat. Szépen lassan. Itt teszünk egy köröcskét. Vannak ezek a jó kis szobrok. Ilyen van egyébként végig-végig körbe. Ez egész téren ez volt. Na jó, köszi szépen még egyszer. Na, ciao, sziasztok! Ezzel a teli holdas képpel búcsúzunk.